Letette a hivatali esküt az új szlovák államfő. Peter Pellegrini a hatodik elnök Szlovákia függetlenné válása óta. A 48 éves politikus orosz barátnak számít, és a jelenlegi kormány fő Robert Fico szövetségese. 2018 és 2020 között miniszterelnök is volt, amikor Fico lemondott a harmadik kormányzati ciklusa közepén kirobbant belpolitikai válság miatt. Beiktatási beszédében Pellegrini nemzeti és európai egységre szólított fel. Mi egy nemzet, egy társadalom, egy Szlovákia vagyunk, mondta, hozzátéve, hogy államfőként azon kíván dolgozni, hogy Szlovákiának minden szomszédjával egészséges viszonya legyen. Robert Fico nem vett részt a beiktatási ceremónián, mert az ellene elkövetett májusi merénylet kísérlet után még lábadozik. Peter Pellegrinit áprilisban választották államfővé, a nyugatbarát karrier diplomatát Iván Korcsokot győzte le az elnökválasztás második fordulójában.